Szent karácsony éjszakán előáll az égi szán. Aranytalpa, gyémánt rúdja, Jézus indul földi útra. Gyakorlatilag a kertbarátkör 35 évvel ezelőtt alakult, több helyen voltunk már, fél évig, most fél évig a Cserepesházban, és azóta átköltöztünk a Zuglói civil házban. Kedi csokoló estét kívánok, köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Először is egy ilyen technikai jellegű dologgal, hadd reagáljak erre a Zuglói lapokra, nem is tudom, hogy ki kérdezte. Mindenki kérdezte. Nekem ugye van egy állandó kis rovatom, ahol mindig ilyen kis hasznos tanácsokat próbálok. Hát persze nézzék el nekem, hogy ugye nem ugyanaz, mint amikor egy szakértő és egy órán keresztül ki tud bontani egy témát. Tehát nagyon kevés karakterbe kell összefoglalni, lényegében inkább mindig kicsit ilyen buzdító, bátorító sorokat próbálok összeszedni ebben a picike rovatban. Ha másképp nem megy, akkor majd beszélünk, és hogyha tudjuk egyeztetni, akkor ezt a rovatot egy-egy valamilyen tanásra felfűző, én szívesen átengedem önöknek, vagy ebben azt hiszem nekem van saját hatásköröm, hogy ebben segítsek, de én azt gondolom egyébként, hogyha úgy van ez megfogalmazva, nyilván azok, amik relevánsak, tehát azt mondjuk, hogy mondjuk sokan csatlakozhatnak hozzá Rákospatak partján egy találkozó, vagy egy olyan kertbarátnak a kertjébe be lehet menni, tehát abban tényleg úgy, mert azért tényleg, hogy 100 000 laknak közel az Zuglóban, hogy nehogy az legyen, hogy túl sokan jönnek el, mert azért általában ezekre szerencsére föl szoktak figyelni, jó? A másik az pedig, hogy itt valakit mondtak, hogy a média szakértője a társaságnak, hogyha itt készülnek, mi is most, amiket készítünk videókat, ezeket föltesszük a Facebookra, tehát hogy a fényképük van, nem tudom, van saját Facebook oldala a körnek? Még nincs, de lesz. Hát akkor az legyen, és tulajdonképpen online, ez most már lassan majdnem olyan nézett a Zuglói Média Online, meg a Zugló.hoz, most fog elindulni, majd visszatérek ide, mert hozok egy hivatalos köszöntést is. Tehát én azt gondolom, hogyha a társaság az online irányra is egy picikét ráállna, kell valakit találni, aki ezt segíti, akkor ott gyakorlatilag korlátlan hely van, és lényegében minden információ el tud jutni, és most már azt látom, az idősebb generáció is egyre jobban használja, úgyhogy ezt tudom mondani, mint remélem kézzelfogható segítség, és remélem, hogy a 2015-ös évben ez még jobban előre indíti majd a kört. És akkor hát igazából három pillére építeném fel a rövid mondandómat. Az első az engedjék meg egy személyes tapasztalat itt, amikor Tibor mondta, hogy 68 év az átlag életkor. 68 és fél. És hát még ennyien dolgoznak ebben a korban. Nekem 2 éve halt meg a nagypapám 84 éves korában, aki egy olajmérnök volt. Abszolút nem értett a kerthez, tehát egy mérnök ember, íróasztalnál meg olajjal, ilyesmivel foglalkozott, és hát amikor nyugdíjba ment a 90-es évek elején, akkor vett egy kis telket, és akkor a gyümölcsfákat ültetett. És hát én a nagyjából ugye akkor utána kezdtem elmenni akkor a kertészeti szakközépiskolába, és akkor mentem a kertjébe, és amikor már én is tanultam, hogy kell a gyümölcsfákat megmetszeni, akkor mentem a nagypapa kertjébe, és hát nem akartam neki mondani, hogy hát abszolút szabálytalanul vannak megmetszve ezek a gyümölcsfák, mert hogy tényleg semmilyen szabálynak, semmilyen kertészeti vagy kertészmérnöki szempontnak nem felelt meg, de egész egyszerűen ő kiállt oda, és így utólag azt tudom mondani, hogy őt ez éltette. És hogy igazából szerintem ebben ez a fantasztikus, nem az, hogy sikerül az oltás, meg sikerül a szaporítás, hanem az, hogy egyáltalán ezzel foglalkozunk, úgyhogy én ezt az üzenetet hadd adjam önöknek karácsonyi ajándékul, és mindenkinek nagyon jó felkészülést kívánok gondolatban, ugye ilyenkor a tév az a tervezésről szól a következő évre, és én már dolgoztam együtt önökkel, de ha jól tudom, csak a kemény mag volt jelen, akkor egyszer, úgyhogy remélem, hogy lesznek majd olyan utcafrontszépítések vagy közösségi kertépítések, ahol mindenkivel fog tudni találkozni. És akkor egy pár gondolatot, hogy a Virágzó Zuglóra, ugye egy jó pár évvel ezelőtt indult program, igazából ugye szerettük volna lebontani ezt az önkormányzat, állam és a civil lakosság hát picit ilyen szembenállását, meg ugye azokat a kérdéseket kezdtük el feszegetni, hogy na már most aztán az utcafrontra kiültetett fa, az kié, mit lehet tenni, hogy ez a közösségkert, a Zug közösségkert, és ugye pontosan ennek az új cselepésnek, törekvésnek ugye a nagyon szép példája, és igazából én azt látom, és itt örülök, hogy itt ebben a körben is ezt elmondhatom, hogy a Zuglói utcafrontszépítést ezt az idősebb generáció viszi a vállán. Úgyhogy itt ezt megint csak meg kell önöknek köszönjem, de szerencsére nagyon sok óvodánál, iskolánál, intézménynél vagyunk, ahol természetesen a felnőttek is, illetve a gyerekek is részt vesznek, de azt kell látni, hogy most a 2008-as és a 2014-es nyár volt rendkívül csapadékos, de a kettő között elképesztő szárazság volt. Tehát pont amikor mondjuk indult ez a program 2011 tájékán, júniustól novemberig 0 csapadék esett Zuglóban. És akkor azok a fájós lábú nénik,
azok hozták le a vödrökbe a vizet sokszor a második emeletről. Tehát ezt azért így el kell mondani, hogy az idősebb generációnak, és én például ennek is szeretek, ezeknek a gondolatoknak szeretek teret adni a zuglói lapokban, ebbe a kis kertészeti rovatba, illetve ahol még lehet, ezt mindig szeretem elmondani. És én úgy gondolom, hogy, és azt remélem, hogy az új vezetés az önkormányzatban is erre mindenképpen figyelni fog. Úgyhogy én ezt ezúttal is köszönöm önöknek, és nagyon szeretném azt, hogy tényleg itt a generációkat össze tudjuk fésülni ezekben a programokban. Tehát a Virágzó Zugló utcafrontszépítő és közösségi kertépítő program, ugye sok ezer zuglói lakos kapcsolódott be, hogy az utcafronti részét azt ápolja, nagyon jók az eredmények, hogy csak egy sztereotípiával hadd számoljuk, hogy sokan azt mondják, hogy hát igen, amit az utcára ültetnek, azt ellopják. Hát hadd mondjam el, hogy nem lopják el. Tehát tudunk egy pár, de ott látom mindig valami személyes ügy van. Nyilvánvalóan ide kell az a típusú szakértelem, amit most direkt mondok, kicsit ilyen tipikusan a szakértelem, hogy mit ne ültessünk. Tehát nekem sokszor a kertészmérnöki tevékenységem az lényegében ebben merült, hogy ne ültessünk gyönyörű cukorsüvegfenyőt, mert picis maradtuját, mert azt ugye, tehát ne adjunk ötleteket, ugye. De általában mondjuk azok a cserjék, díszfüvek, nagyon jó hálás talajtakarók, amik kibírják ezt a kemény városi körülményeket, mert azért sok mellékutcát leszámítva azért, hogy amikor főútvonalon, Tököli úton, stb. Ott kertészkedünk, ott azért nagyon sok mindent ki kell bírni a növényeknek, de nagyon jók ezek. Illetve, hogy mibe tudnak a kertbarátok itt bekapcsolni, hát a tapasztalatba. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy szobanövényekről van szó, szóval azt mondom, hogy el kell menni egy gyógyszertárba, és meg kell nézni, hogy ott milyen növény van. Mert amikor oda kitettek 1960-ban egy Diffenbachiát, ha az azóta él, akkor az a Diffenbachia tudhat valamit. Ugye, és hányan próbálkozunk ezzel a klorofitummal, tudják, nem klorofitum, ez a kroton, tudják, ezek a színes levelű kis szobanövény, mindig megveszünk, rányítjuk az ablakot, és kezdhetjük előre az egészet. És hogy hát persze törekedjünk azért a változatosságra, de jó azt látni, és azt gondolom, hogy az utcafronti kerti növényeknél, előkerti növényeknél ez a legfontosabb. És nekem az az álom, hogy Magyarország még valamikor az én életemben egyszer olyan utcafrontokkal fog bírni, mint amilyen Németország, vagy Svájc, vagy Ausztria, és ez nem elsősorban, és csak kizárólag pénz kell, ez a jó kép, hanem az, hogy összefogás, és én is nagyon ilyen cinizmussal vegyesen gondolkoztam erről a dologról, egészen addig, ameddig ezt a programot volt szerencsém átélni, illetve megvalósítani. Amikor egy embernek ásó van a kezébe, kérem, az nem cinikus. Az akkor csinálja, kimegy, öntözés, akkor, amikor a lakosság, az adott lakó, az szintén részt vesz abban, hogy ott a saját ház előtti utcafrontot rendezze, utána ő már figyelni fog arra is, hogy az öntözés, vagy a fenntartás. És azok a gyerekek, akik részt vettek ott, először is ugye a gyerekeknek fontos ez, hogy szokták mondani, hogy hú, hát olyan ciki, meg vagy most akkor én is dolgozom, de amikor a társaival együtt vesz részt ezen a programon, akkor teljesen másképp áll hozzá. Szóval igazából fantasztikus és lenyűgöző tapasztalataink vannak itt az elmúlt években ezzel a programmal kapcsolatban, úgyhogy nagyon szeretném itt ezt most hangsúlyozni, hogy látom, hogy már elég szoros az a beosztás 2015-re, nekünk majd most január-februárban fog majd felállni a teljes 2015-ös stratégiánk, és a jó hír, hogy úgy néz ki, hogy végre tudunk kezdeni hosszú távra tervezni, csak egy példát mondjak, a szocializmusban ez úgy működött, ilyen 5 éves terv, vagy nem tudom, valami ilyesmik voltak, és akkor meg volt mondva, hogy 5 év múlva ezt meg azt a sort lesz, meg utca lesz, meg út lesz felújítva, és szóltak az óriási állami kertészeteknek, hogy kérem, akkor fraximusból, kőrisekből kell 300 darab, nem tudom milyen almából ennyi 100 darab, és lehetett tervezni. Hát ez aztán eljött a kapitalizmus, és ez mind összeomlott, tehát egész egyszerűen nagyon-nagyon nehéz itt tervezni. De ami most jó, hogy úgy néz ki, hogy most január-februárban tudunk alkotni egy 2018 vagy 20-ig tartó zöld stratégiát Zuglóban, és így akkor már szépen vissza tudjuk aztán bontani a programunkat, mert kertészkedni csak hosszú távon lehet, tehát azt gondolom, hogy mindenki, aki egy picit a növényekkel foglalkozik, azt tudja, hogy nem úgy van, hogy ma ide ültetem, holnap oda ültetem, és idő kell, még beérik a közös munka. Úgyhogy én azt remélem, hogy valamikor január-februárban itt a vezetőséggel le tudunk ülni, és kicsit össze tudjuk fésülni a programjainkat, mert mi is nagyon szeretettel várjuk majd önöket Virágzó Zugló, illetve bármilyen más zöld programra. És akkor harmadik, hogy elvileg személyesen vett volna részt itt a ma estén Szabó Rebeka alpolgármester asszony, azonban az utolsó pillanatban ezt le kellett mondania, de az ő köszöntését hozom most önöknek. Egyrészt boldog karácsonyt és eredményes új évet kívánt önöknek, és mindenképpen a találkozóra sor fog kerülni valamikor a jövő évnek az elején. Lesz egy Virágzó Zugló évadzáró, illetve majd egy következő évek programját bemutató ilyen kis ünnepség, amikor szeretnénk, hogyha mindenki, aki most itt van, az oda is eljönne, és akkor ott alpolgármester asszony is tudnak találkozni. Az alpolgármester asszony ez elkötelezett a zöld, illetve a
virágzó Zugló irányába, úgyhogy azt reméljük, hogy ez a tél ez nagyon sok tervezgetéssel fog eltelni, és aztán amint az időjárás az lehetővé teszi, lehetőleg nem úgy azt hiszem, mint egy vagy két év, amikor március 15-én is még a hó alól figyeltik a virágokat, hanem hogy tényleg időben el tud kezdődni a tavasz, és egy nagyon szép, nagyon eredményes vegetációs kertészeti évet fogunk tudni együtt megélni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a meghívásokat, és azt, hogy meghallgatta. Örülök, hogy itt láttam. Köszönöm szépen. Minden hónapban összejövünk meghívott előadóval, aki általában nagy tudású és a kertészettel foglalkozik, tőle mindenféle kérdést, neki mindenféle kérdést föltettünk, ő válaszol rá. És nagyon szépen köszönjük a Szabolcs által közvetítette Rebekának a jó kívánságát, ezt nagyon szépen köszönjük, és mivel hogy most nem tudott eljönni, számítunk rá, hogy a programunk bármelyik részébe csatlakozva keresse fel bennünket.